88 éves korában, április 4-én halt meg Robert Mundell, Nobel-díjas közgazdász, akinek munkássága inspirálta az euró létrehozását és kikövezte az utat az eurozóna létrehozásához. Míg a közös európai valuta szellemi, elméleti atyának a kanadai szakember tekinthető, az euró atyának Lámfalusi Sándort nevezik. Vele és az euró hazai bevezetésének kérdésével foglalkozunk a következő percekben. A pénzügyi vonal területén Lámfalusi Sándor volt az, akit a mai napig is az euró atyának neveznek. Ő pénzügyi szakember volt, azt hiszem 1949-ben ment ki külföldre, addig Magyarországon tanult, és Belgiumban egy egyházi egyetemen tanított közgazdaságtant, és elsősorban pénzügyi problémákkal foglalkozott, tőzsdével és a pénzügyi műveletekkel. Valójában őt tartják az euró atyának, bár hozzá kell tennem, hogy általában szerényen nyilatkozott erről, de a legszerényebben akkor nyilatkozott, amikor gondok voltak az euróval, és akkor azt mondta, hogy hát igen, ő valóban ott volt az euró születésénél, de nem sajátította ki magának, hogy ezt ő hozta léte. De elsősorban az ő munkássága eredménye lett az euró, akárhogy nézzük. Magyarországon még nem vezették be az eurót. Probléma ez nekünk, vagy lesz még ennek realitása a közeljövőben? Hát ez nem elsősorban rajtunk múlik, hanem van egy olyan szabály, az EMR2, ahol az országoknak teljesíteni kell bizonyos kritériumokat. Például az egyik ilyen kritérium, hogy az elmúlt években, az elmúlt egy-két évben a valuta árfolyama nem mozgott olyan 10-15%-nál nagyobb sávban. És még egyéb kritériumok is vannak, például az infláció nem lehet magasabb, mint a 3 legjobb inflációval rendelkező ország inflációjának átlaga. Tehát vannak olyan kritériumok, amikor azt mondjuk, hogy az EMR2, tehát az euró kapujába beléphetünk, amikor ezeket a feltételeket teljesítjük. Az egy másik kérdés, hogy vannak vagy voltak országok, mint például Anglia, aki hát teljesítette, de nem akarta bevezetni az eurót. Ha sikerülne ezeket a kritériumokat teljesítenünk, hasznos lenne, ha nálunk is bevezetnék az eurót? Gondoljunk bele, hogy például a hitelek kapcsán, hogyha eurós hitelt veszel valaki, akkor nincs olyan, hogy a forint árfolyam az milyen meghatározza a visszafizetés nagyságát. Tehát mindenképpen az országok vállalatainak egymás közötti kapcsolatában nem kell árfolyam veszteséget elkönyvelni, vagy árfolyam nyereséget, kinek hogy jön ez ki. Tehát, hogy egységes euróval dolgozunk, akkor sokkal egyszerűbbek a dolgok. Például most olyan vállalatok vannak Magyarországon, akik euróért veszik, importálják az árut, és valahol Európában euróért adják el. Ezek a vállalatok egyáltalán nem könyvelnek el veszteséget, hogy most 330 euró vagy 360 euró az árfolyam. Tehát mindenképpen a vállalatok jövedelmezőségén is segít, hogyha euróban dolgoznak. És gondolom, ez az Európai Uniós támogatások, források, pályázatoknál is problémát okoz a folyamatos átváltás. Hát bizony. Van egy-két előnye is, például a földalapú támogatásoknál euróban van meghatározva, tehát akkor, amikor a magyar gazdák a földtámogatást megkapják, akkor euróban van meghatározva, de forintban fizetik ki. Úgyhogy ilyen esetben pozitív, de jó néhány esetben ez nem a legszerencsésebb. Jelenleg akkor azonban még nincsen terítéken az euró bevezetése. Hát nem került napirendre, illetve én úgy látom, hogy hát ugye a jelenlegi kormány főleg 2022-ig tervez stabilan, bár 2030-ig gondolkodik, ahogy látom, de napirendre nem került, hogy Magyarország bevezeti az eurót.
Kiemelten fontos a koronavírus okozta gazdasági válság kezelése. Szakemberek szerint a válságban lévő szektorok kilábalását az befolyásolja, hogy egy adott országban hogyan alakul a járvány kezelése és mennyire lesznek eredményesek a meghozott fiskális, monetáris intézkedések. Az elmúlt napokban 2,5-3 millió beoltotti szám elérésével automatikusan elindult a gazdasági újranyitás hazánkban, jelenleg azonban sok kihívással kell szembenézni. Bizony olyan áremelkedések következtek már most be, amik beláthatatlan következményekkel is járhatnak. Például a szállítmányozásban jelentősen növekedtek az árak, de a termelői cikkeknél is 20-30%-os áremelkedéseket jelentenek. Szóval az, hogy mikor áll vissza mondjuk egy 5 évvel ezelőtti szintre a magyar gazdaság, azt most nagyon nehéz megjósolni. Azt meg lehet, hogy most a vírus után növekedés lesz, és sok minden helyre áll. Növekedni fognak majd a foglalkoztatási mutatók, sok minden javulni fog, de azért az igazi útra még nem hiszem, hogy 2-3 éven belül vissza tudunk térni. A koronavírus járvány által generált gazdasági válság kapcsán több szakember azon az állásponton van, hogy a jelenlegi recesszió eltér a korábbiaktól és a megszokottaktól. Ez pedig felveti az eltérő kezelési mód szükségességének kérdését. Ilyen helyzet még nem volt, és ugye itt az Európai Unió is mélyen a zsebébe nyúlt. Tehát nagyon sok pénzt juttatott a gazdaságokba. És ennek egy részét azért, hogy a vállalatokat kisegítse, vagy a dolgozókat kisegítse. Ausztriában 75%-os támogatást adnak azoknak, akik a vírus miatt elveszítették a munkahelyüket. Tehát nagyon sok pénz kerül ki így munkabérre, mert ugye a dolgozókat meg kell védeni. Viszont, hogy majd a termelés mikor indul be, és a foglalkoztatottság mikor érje el azt a szintet, ami kívánatos, ezt nagyon nehéz megjósolni. Tehát biztos, hogy növekedni fog a munkába állók száma, de nem biztos, hogy el fogja érni a korábbi szintet. Kockázatos gazdasági előrejelzésekbe bocsátkozni, mivel a világjárvány alakulása és az oltási programok sikeressége is befolyásoló tényezők. Az oltások könnyebb elérése és a nyáji immunitás kialakulása kedvezően befolyásolhatja a gazdaság újraindítását.